Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, Archhoz tartozó kernelt fogunk telepíteni, azaz hasonlóképpen működik másik rendszereken is, de most speciálisan az Arch telepítésre fogok kitérni. Mi a kernel, az a rendszermag? Akit érdekel, olvasson utána, gyakorlatilag önmaga ez az, ami a lelkét adja a Linux rendszerünknek, azaz erre nagyon oda kell figyelni, hogy ez biztonságos, jó és professzionálisan beállított legyen. Természetesen az összes disztribúcióhoz tartozó, fő ághoz tartozó rendszermagok, azok egyértelműen biztonságosak és jók. Miért kell telepíteni, hiszen telepítéskor, amikor felraktuk a disztribúcióhoz tartozó kernelünket, meg a programokat, meg egyebeket, akkor felkerült, hiszen működik a rendszerünk. Miért? Mert mindig legyen legalább kettő, mert ha az egyikkel valami probléma van, akkor ott a másik. Azaz, erre nagyon figyeljünk. Például, amiről beszélünk, az Arch rendszer mindig a lehető legfrissebb rendszermagot használja. Előfordulhat feltételes módban, mondom, előfordulhat, hogy a fősodrú leges-leges legújabba probléma van, és akkor nem indul el a gépet. Erre figyelj, kettő, és akkor váltunk a másikra, és akkor biztos, vagy nagyon-nagyon jó valószínűséggel igaz, hogy nem lesz problémánk. Többféle van, ez egyértelmű, és lehet, hogy az alapnál, azaz, amit a rendszerrel kaptál, telepítettél, van egy másik, ami neked jobb. Én példának hozom az AMD processzorokra kihegyezett akármilyen kernelt, hiszen nekem AMD processzorom van, akkor már legyen arra kihegyezett, ahhoz jobban beállított, a Ryzenekhez jobban beállított rendszermagom. Egyértelmű, és erre Arch alatt az Aurból, tehát a felhasználói telepíthető programok közül be lehet hívni egy ilyen kernelmagot, és utána nagyon jó lesz, érezhetően jobb lett a gépen. Alapfelvetés, ami nagyon fontos, ez akkor lesz igaz, ezek a parancsok akkor lesznek igazak, ha a grubot fogod használni, azaz refindnél és egyébnél nem. Ami nem lesz. Erre nagyon figyeljünk, nem lesz saját kernel fordítás, értve úgy, hogy én állítom be a paramétereket. Én csak felhasználom, amit az Aurból le tudok tölteni. És ami fontos, ez nem nehéz, egyszerű, bár időnként időigényes, de nagyon egyszerű feladat, és véleményem szerint megéri. Legalább az, hogy egy LTS, azaz hosszan támogatott rendszermagot pluszba felrakjál, semmi más, csak az pluszba, hogy kettő legyen, és akkor biztonságosabbá teszed a Linuxodnak a működését. Hát ugorjunk is neki. Ahogy lehet látni, egy virtuális gépet fogok használni. Azért, hogy egyértelműen lehessen látni, hogy a grubba, azaz az indító felületbe hogyan változnak meg a dolgok, és mire kell odafigyelni akkor, amikor egy kernelt, egy plusz rendszermagot felraktunk, és újraindítottuk a gépünket, hiszen természetesen mindenki tudja, hogy az új friss és újabb beállítású kernel rendszermag akkor lép érvénybe, ha újraindítod a gépedet. Erre mindenképp figyelj, anélkül elég nehézkes lesz ezt megcsinálni. Első körben nézzük meg, hogy mi van fent, uname kötőjel R, tehát lekérdezzük a rendszermagot, 5.16.2 Arch 1 kötőjel 1. Ezen fogunk változtatni, illetve e mellé fogunk betenni még egyet, hiszen nem töröljük ki az időzőjeles régit, azaz azt, amit alaptelepítésbe bejelöltünk, hanem emellé fogok másikat feltenni. Én azt mondom, hogy az első telepítést grafikusan fogjuk megcsinálni, az a legkényelmesebb, így mindenki átlátja, hogy a tárolókból, azaz a hivatalos Arch tárolókból való akármilyen telepítés nem egy ördöngösség. Azaz első körben fel fogunk tenni egy olyan eszközt, ami grafikusan engedi a telepítést. Ez a pamacs. Ezt mindenki ismeri, aki legalább egyszer használt Manjarót, vagy esetleg hallgatott engem, hiszen én is bemutattam ezt az eszközt. Nagyon kényelmes, Arch rendszerben az Aurból elérhető. Azaz beírjuk, hogy paru, kötőjel S, azaz megadjuk, hogy setup, állíts be, és pamacs.
pamac, így kell, nem pamacs, de én mindig pamacsnak hívom, leenterezzük, elkezd dolgozgatni, és azt mondja, hogy van vagy 9 féle, ami közül légy szíves már választani, nyilvánvalóan az egyes fogom választani, a pamac kötőjel alt. Bármelyiket választhatod, ami neked megfelel, ez a pamac kötőjel all, al, ahogy írják, az bizony a legösszetettebb véleményem szerint, meg a leggyorsabban települ. Azaz, azt mondom, hogy itt legyen egy és eneter. És azt mondja, hogy hát légy szíves, bizony egy-két dolgot, extra dolgot is felrakosgatni. Én azt mondom, hogy enter, 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 minden enter, azaz elkezdi a telepítést, felrakosgat mindent. Most nem akarok azzal foglalkozni, hogy mit, hogyan, miképp rak fel, mi az, amit ő csinál. Egyszerűen a jelszómat bekéri, megadtam neki, és mehet is tovább. Most nem a telepítés a lényeg, hanem az, hogy fölpaklásza nekem azt a dolgot, amivel én dolgozni fogok. Lehet látni, futnak a dolgok. Igazából nem kell vele törődni, hogy időzelve, hogy mit csinál, vagy mit rakosgat fel, mi az, ami éppen folyamatban van. Számunkra az a lényeg, hogy a pamacsot fölrakja, és azzal fogunk majd mi dolgozni, illetve meg fogunk vele próbálni egy kernelt felrakosgatni a hivatalos tárolókból. Ezt mindenképp hangsúlyozom, hogy jelen pillanatban a hivatalos tárolókból rakosgatunk fel. Utána a telepítés lefutott, természetesen, hogyha már fent van, nem kell ugyanezt még egyszer megcsinálni, azután el is fogjuk indítani a grafikus programkezelőt, csomagkezelőt, inkább így pontosabb, de mielőtt nekiállunk a további feladatoknak, ne felejtsétek el, ez egy emulált gép, azaz nyilvánvalóan egy minigépet emulálok, hogy mindenki lássa, átérezze, hogy egy picike kis gépen a mai környezetben, gyakorlatilag nagyon ritka a gépen is, milyen szépen lehet dolgozni az Arch Linux-szal, illetve többféle Linux-szal is, hiszen vannak olyan kifejezetten kis gépekre elkészített Puppy Linux, amit nagyon jól lehet használni régebbi gépeken, azaz nem várja el ez a rendszer, még egy rendszermag cserénél, egy rendszermag telepítésénél se azt, hogy egy atomerőművet vegyél, a legmodernebb gépet használt. Na, lényeg az, hogy én elindítom is a pamacsot, pamacs kötőjel manager, tehát pamacs kötőjel manager, elindíthattuk volna természetesen start menübe is, hiszen XFCE-t tettem föl tesztelése, bemutatása, de hát nyilván, ha terminál nyitva van, akkor egyszerűbb volt beütni, hogy pamacs, kötőjel, manager és enter, és el fog indulni. A megszokott mód indul, egy picit kinagyítom, ez az alapbeállítású, azaz nincs engedélyezve sem a Flatpak, sem az AUR, sem a Snap, semmi egyéb, ez a Natur egyszerű, amit kaptál. Természetesen ezeket a telepítéseket, kernel frissítéseket, kernel cserét, vagy kernel mellé telepítés újabb másik verziójú kernel felrakását természetesen meg lehet tenni terminálba, na hát majd azt később megnézzük. Rákeresünk, de nem arra, hogy kernel, hanem hogy Linux, jó? Az biztosan, hogy biztos Linuxra fogunk rákeresni, lehet látni, hogy a Linux név alatt fut az, hogy Linux kernel on modules, tehát a modulokkal együtt, és már fel van téve nekünk egyrészt a Linux, egyrészt a többi hozzátartozó egyéb dolgok. Na hát ezekhez, amit az elején telepítéskor anó te kiválasztottál, illetve ha valaki más tette föl, ő kiválasztott, ahhoz hozzá ne nyújj. Alapesetben az a kernel, az a Linux kernel rendszermag települ fel, ami a legfrissebbet adja, Arch alatt vagyunk, így valószínű, hogy a legesleges, legfrissebb rendszermagot fogjuk akarni használni, de abban lehetnek gondok, és ezért természetesen elgondolkodunk, hogy még egy biztonsági tartalékot is felrakunk, és én azt mondom, hogy az LTS elnevezésűt érdemes megkeresni, ami azt jelenti, hogy hosszú ideig támogatott egy picit régebbi verziójú kernel rendszermag. Ez egy olyan dolog, amihez nem nyúlnak, nem frissítik naponta, két naponta, hetente, hanem bizonyos periódikus
ciklikussággal frissítjük csak, és kizárólag az kerül bele, ami a biztonságot érinti. Tehát ebbe újdonságot, a leges-leges legújabb dolgokat ne keresd, mert az fölösleges, de ennek ellentételezéseképp megkaptuk azt, egy jó, kemény és nagyon-nagyon biztonságos rendszermagot fogunk tudni felrakni, amiben valószínű, hogy hiba nincs. A többinél is lehet nézelődni, mert nagyon sokféle kernel típus van magában az Arch főtárolóiban is, amiket érdemes megnézni, elolvasni, hogy mit írnak róla, és miért érdemes ezt használni, miben más, mint a hivatalos főverzió. És ezeket meg kell nézni, el kell dönteni, hogy neked mi a jó. Én jelen pillanatban az LTS-t szeretném feltenni, természetesen a legegyszerűbb az volt, hogy bizony beütöttem, hogy LTS a keresőbe, leentereztem, kírja, hogy Linux, kötőjel LTS, ezt bepipálom, és itt van, hogy headers, tehát ilyen egyéb cuccok, felrakjuk, egyértelmű. Amire szeretnék kitérni, rákattintasz, nem fogom megcsinálni, mert aki nem csinálja meg, annak természetesen igazából fölösleges ezzel foglalkozni, rákattintunk, és hogyha valamire kíváncsiak vagyunk, itt megkapjuk azt, bizony, hogy hova linkelik be ezt a dolgot, hol tudsz utána olvasni. Tehát ő például a kernel.org-ra fog irányítani. Az LTS-ről tudjuk mi, hosszan támogatott system, azaz hosszabban támogatják, fejből nem tudom milyen időszakonként fogják ezeket frissíteni, mikor kapunk új verziót, nem is ez a lényeg. Gyakorlatilag kijelölünk kettő dolgot, amit mindenképp, meg plusz, hogyha valami még egyéb kell, maga a Linux kötője akármi, hosszan támogatott. Ha erről egy kicsit többet szeretnél tudni, hogy mi az, hogy Linux kötőjel LTS, akkor a legjobb barátodat hívod, ami mindig segít a Google vagy akármilyen keresőt, és elolvasgatod, hogy miben más az a kernel mag, mint a gyári eredeti, amit éppen használunk. Ezt feltesszük. Természetesen a hozzátartozó cubehőröket is, igazából jelen pillanatban nem akarok kitérni, hogy ezek mik. Ezek is kellenek hozzá, bepipálod, és utána dokumentumokat fölteszed, nem teszed föl. Én nem szoktam, ha csak automatikusan magával nem cipeli, nem szoktam feltenni, mert nem a gépen lévő doksikat szoktam olvasgatni, ha valami gond van, hanem fogom a Google-ot és keresek, és az alkalmazra nyomunk, és azt mondja, hogy valami kell még hozzá a korrekt működéshez. Igen, kiválasztjuk, nem akarjuk tudni, jelen pillanatban azt mondom, nem akarjuk tudni, hogy ezek mik. Ő azt mondja, hogy kell, akkor nesze, én bepipáltam, ingyen van, tárhelyen van bőven. Megadom a titkos jelszavamat, ami 3 darab a betű, teszt és virtuális gépen dolgozok. Nyilvánvalóan élőgépen működőképes. Valódi gépen nem 3 darabba, és lehitelesítem magam, és ő azt mondja, hogy telepítések ki vannak ők jelölve, és akkor bizony hát jobb lenne, hogyha ezeket fölrakjuk, igen, fölrakjuk, természetesen alkalmaz. Itt is az a helyzet, bár mindig azt mondom, hogy nézz utána, hogy mit kell csinálni, mit, hogyan kell csinálni, de nyilvánvalóan a főtárolóból fogunk telepíteni, így nekünk igazából semmi olyan dolgunk nincs, hogy átgondoljuk, hogy ez kell, vagy nem kell, mi a szösz van, hogyan van, miképp van. Na hát ennyi idő alatt föl is dobta magát. Azért beszéltem ennyit, hogy látható, hogy a hivatalos alaptárolókból való csomagtelepítés, ami egy kernel, egy rendszermag csomagját telepíti, az bizony villámgyors. Na hát majd meglátjátok, hogy miért beszéltem arról, hogy ez villámgyors, és egyszerű, mert a későbbiek folyamán fölrakunk egy nem hivatalos csomagot az AUR-ból, azaz a felhasználói tárhelyről, aminek a fordítása ezen a 2 gigás gépen igazándiból elég lassúcska lesz, azaz arra mindenképp figyeljetek, hogy mielőtt ilyesminek nekiálltok, ott a megfelelő beállításokat, amiről már volt cikk, és beszéltem is róla, azokat mindenképp tegyétek meg. Miért? Mert természetesen előfordulhat, hogy megőszültök, amíg esetleg, ha van 12-24 szál a gépedbe, és egyet használ a gép, mert csak annyit engedélyeztél alapból. Oké, ő azt mondta, hogy újraindítás, rápipálunk, újraindul,
Természetesen bent van a időzőjeles CD, illetve USB pen a gépbe, hiszen virtuális gépet telepítettem, és ugyanazzal a parancsal indítottam, azaz lemegyek most az telepített rendszer indításához, és enete semmi nem történt. Semmi nem történt. Hát itt valamit eltoltunk. Igen, eltoltunk, nem eltoltunk, csak szeretném bemutatni, hogy nem elegendő telepíteni, hanem időzelve aktiválni kell, meg kell beszélni a grubbal, illetve azért felelős programmal, hogy hogyan, miképp induljon a Linux rendszer, hogy bizony mi felraktunk egy új és friss és egy másik kernel magot, mert ő nem fogja a nagy éterből kitalálni, hogy mi mit csináltunk. Egy picit el lehet azon gondolkodni, hogy természetesen ez automatikusan megcsinálhatná, de szerintem jobb, hogyha mi csináljuk meg ezt magunk kézzel. Azaz a régi rendszer magot elindítjuk, el fog indulni nekünk, és végignézzük a boot folyamatot, belépünk a titkos három darab A betűmmel, és el is indult a rendszerünk régi maggal. Na hát akkor mi a teendő? No, mit kell beírni? Természetesen mindenki utána néz, hogy ez mit jelent, én gyorsan elmondom. A grubba van egy csomó íromány, egy konfigurációs fájl, amiben megvan mindenféle dolog adva. Eddig meg volt adva gyárilag, hiszen így telepíthetük, hogy arra a kernel magra mutasson az indítás, amelyiket felraktuk eredetileg. Most pedig meg fogjuk neki mondani, hogy légy szíves legenerálni, újra csinálni ezt a konfigurációs fájlt oda, ahova kell, és légy szíves időzelbe körbenézni, hogy van-e másik kernel, keresd meg légy szíves, és hogyha van, légy szíves belepakolni. Ez azt jelenti, hogy sudo, tehát rendszergazdai jog kell, group kötőjel mkconfig, könnyű megjegyezni, hiszen azt mondjuk, hogy készíts el egy konfigurációt, kötőjel o, per bot, b-o-o-t, per group, pont cfg. Ezt pontosan így be kell írni, egyébként rákerestek a kernelnek a telepítésére, változtatására, az interneten megtaláljátok ezt a parancsort, tehát gyakorlatilag másolással be lehet rakosgatni, azaz el kell indítani ezt a parancsot, leenterezzük, jelszó, a nagyon titkos jelszavamat megadtuk, és köszi szépen, mit vett észre? Azt mondta, hogy bizony, hát bizony ő megtalálta az LTS image-et, hosszú távon támogatott image-et kernelnek a képét, illetve talált ottan egy másikat is, a másikat is megtalálta, az eredetit megtalálta, és örülünk neki, hogy bizony, ez megvan. Tehát gyakorlatilag indításkor elméletileg, ha valamit nem toltunk el, akkor kettő darab kernel közül, kettő darab verzió közül tudunk választani. Azaz, mi a teendő? Újraindítjuk a gépet, vagy legalábbis a virtuális gépet, és ha azt láttuk ott, hogy kész, akkor utána hát valami nagy hiba nincs, akkor ennek működnie kellene. Miután megvolt, meggyőződtünk róla, hogy bizony oda volt írva, hogy kész, újraindítjuk a gépet. XFC-et raktam fel, máshol is nagyjából így történik az újraindítás, de gyakorlatilag azért szeretek XFC-e vagy grafikus felületebb, azaz Cinnamon vagy Mate alatt bemutatni valamit, és nem E3 meg egyéb, mert akkor nem kell magyarázni, hogy hát mi hogyan működik, ilyen egyszerű dolog újraindítás. Rákattintunk, Laci, kijelentkezünk, megkapjuk a szép panelt, újraindítás, újraindítás, és újra indul a rendszer. Úgy tűnik, mintha nem történt volna semmi, de hogy nem, történt, csak egy kicsit trükkös. Be lehetne máshogy állítani a grubot, de jelen pillanatban nem is érdekes, lemegyünk a speciális beállításokhoz, és rákattintunk, és rögtön látjuk, hogy már két verziójú Linuxunk van, azaz van a Linux LTS verzióval, a magyarás, illetve van a Linux Linux verzióval. Ez a Linux Linux verzió az eredeti, amit felrakosgattunk, azaz kiválaszthatod az LTS-t, vagy az eredetit. Nyilvánvalóan az LTS-t raktuk fel, meg szeretnénk nézni, hogy ez működik-e, leenterezzük, semmi nem történik ám, tehát igazából semmi nem fog történni más, mint amit megszoktunk,
elindul a rendszer, megadjuk a nagyon titkos jelszavunkat, és semmit nem szabad látni. Ha elindul a rendszer neked rendesen, akkor te nem láthatsz semmit. Nem lesz villámgyors, nem röpködnek itt mindenfajta szupergyors dolgok, hiszen nem csináltunk mást. Igazából egy régebbi kernelt felraktunk, ami hosszabban támogatott, talán egy kicsit biztonságosabb, mindenképp használjunk legalább kettőt. Láttátok, föl lehet dobni kb. 2 perc alatt egy új kernelt, egy hosszan támogatott, biztonságosabb kernelt, és utána nincs vele problém. Nincs vele probléma, hogyha a leges-leges legfrissebbet akarod használni, és avval valami probléma van, akkor nem indul a gépet, semmi gond, ott van az LTS, és elindítod. Hogy ne csak azt mondjátok, hogy itt beszélek össze-vissza a nagy semmibe, elindítunk egy terminált, és beütjük, hogy Uname kötőjel R, és Enter, és mit látunk? 5.15, 17 kötőjel 1, kötőjel L, TS, azaz fent van a vágyott, hosszan támogatott, biztonságos kernelünk. Ami nagyon fontos, és erre figyeljetek, én most az LTS-t javasoltam, hogy tegyétek föl, de nem muszáj azt feltenni. 3-4 féle olyan kerneltípus van a fő tárolóban, ami közül választhatsz, felmész az Arch Linux orgra, a wikiben megnézed a kernel típusokat, vagy éppen a pamacsba oda navigálsz a leírásukhoz, teljesen mindegy, itt van a stabil, a keményített, a hosszan támogatott, meg a zen. Ez a négyféle szokott a főtárolóban biztonsággal bent lenni, ezeket lehet válogatni be a kínálatba, a biztonságosabb, 101%-ig működő, elméletileg 101%-ig működő kernetípusok közül ezek azok, amiket az Arch úgy készít, tehát az Arch készítői úgy készítenek, hogy ezek stabilan bent vannak a tárolókba, ki vannak próbálva, jól működnek. Azaz ezek között lehet választani, el tudjátok olvasni azt, hogy melyik mit csinál. Egyik egy kicsit a biztonságosabb dolgokra koncentrál, a másik LTS a hosszabban támogatottságra, ami egy stabilitást ad, hiszen régebbi kernel már régóta kiderülhetett volna az összes probléma vele, hiszen utána nem fejlesztették volna tovább, hogyha az egy rossz irány lett volna, azaz válogathatsz, ez nagyon-nagyon kényelmesen, és pici odafigyeléssel meg lehet csinálni. Láttátok, gyakorlatilag 2 perc alatt felment a kernel, újraindítottam a rendszert, nyilvánvalóan a megfelelő egy darab parancsot beütögettem, és utána már semmi különösebb problémám nem volt, választhattam, amit szerettem volna. Na hát ez volt az egyszerű boot, ez a hivatalos fő tárolókból való telepítés, grafikus módon. Természetesen, hogyha valaki éppen a kernel nevét beírja, hogy Pacman kötőjel S, és a kernelnek a nevét a megfelelő Linux kötőjel LTS meg egyebet beírogatja, akkor ugyanúgy terminálból is föl lehet rakni, de emberbarátabb, kezdőbarátabb, az a grafikusan mutatta meg. Oké, az egyszerűbb dolgon túl vagyunk. A fősodrú dolgok közül választhatunk, 4 darabot mutat itt a leírás, hogy ez a választék. Igen ám, de ezen kívül az Aurba, a felhasználói szintű tárolókba vannak olyan kernel típusok, amivel érdemes foglalkozni. Itt egy picit trükkösen fogjuk megoldani a dolgokat. Első körben megnézzük grafikus felületen, hogy mi van, mert ott könnyebb keresgélni. Ahogy láttátok, azért villámgyorsan kiköpte a kernelnek a típusait és a választékot és egyebet, és utána azt nem grafikusan, hanem terminálból fogjuk felrakni, ami egy picit másabb, de pontosan ugyanolyan egyszerű. Oké, ahogy említettem, 2 lépésben fogjuk megoldani a feladatot. Első körben megnézzük, hogy mi micsoda, azaz felderítjük, hogy azok az Aurba lévő eszközök mit csinálnak, ami nekünk kell. Itt már figyeljünk arra, hogy ezek nem általános, legtöbb esetben nem általános kernelek, hanem egy speciális feladatra, vagy speciális hardwarehez, eszközhöz kifejlesztett, lefordított, összeállított, egyéb gondolatok mentén elkészített rendszermagok. Ez nagyon fontos. Azaz,
előfordulhat olyan probléma, hogy te valamilyen Intel-es gépen, Intel processzoros gépen megpróbálsz felerőltetni egy AMD-re kihegyezett kernelt. Nem lesz jó. Lehet, hogy működik, de nem arra van összeállítva. Itt sokkal fontosabb az, hogy átnézd, hogy az, amit feltesze, az valóban jó neked, és a leírást olvasd el, hogy mire készült. Le van írva mindenhol, és csak azután állj neki. Na, induljunk is neki. Pamacs menedzser, elindítjuk, és már meg is kaptuk, kinagyítom, hogy lássuk. Lehet látni, hogy a tárolók, azok tárolók, csoportok, kategóriák nagyon szép, de hol vannak azok, ami nekünk kell? Az AUR természetesen első körben engedélyezni kell a beállításoknál, mit az AUR használatát, azaz AUR támogatás bekapcsolása, és az összes ilyesmit én engedélyezni szoktam, ne csináljon semmi olyan hisztit, hogyha valami nincs engedélyezve, kész, ennyi, becsukjuk, hiszen az előbb hitelesítettük magunkat, és utána itt is keresünk a Linux szóra, de be fogjuk jelölni azt, hogy bizony csak az AUR-ba keresen, hiszen az előbb megnéztük azokat a rendszermagokat, amik gyárilag a fő tárolókban bent vannak. Most azok nem kellenek. Itt már egy kicsit pontosítunk a keresésen, a Linux és a kernel szóra fogunk rákeresni, különben sok egyéb dolgot kiadna. Figyeljünk arra, hogy az AUR legyen bejelölve, nem az összes, nem a telepített, és nem a tárolók, hanem az AUR, csak itt keressen. Linux kernel, és leenterezzük. A következő dolog az, ami számomra fontos. Mi? AMD processzoron van? Nyilván nem. Azt fogom keresni, hogy van egy Intel processzorra kihegyezett akármink, hanem megkeressük, hogy AMD. Ez csak példa, mindenki végignézheti, hogy milyen lehetőségek vannak, azért lehet látni a Xamod és egyéb kernelek is nagyon szépek, végig lehet nézni, rengeteg féle van. Hadd ne számoljon meg, én egyszerűen az AMD-t fogom megkeresni, AMD. Miután elindítottuk a keresést, igazából ki fog köpni vagy egy 5-6 olyan kernel típust, ami az AMD-re van kihegyezve. Nyilvánvalóan eldöntheted, hogy melyikkel. Kétfajta van, legalábbis én ahogy nézegettem, a Linux AMD, illetve van ez az Zenware 2-es, az az igazság, ezt raktam föl a saját gépemre, és teljesen elégedett vagyok vele, nyilván egy Ryzen 3600-ashoz, vélhetően a Ryzenekhez kihegyezett, AMD-hez kihegyezett, azt a beállítást pontosított, és jól beállított dolgokat tartalmazó rendszermagot teszem föl, ami nekem éppen a hardwarehez kell, de nyilvánvalóan végignézheted, ami éppen odavaló. Két dologra kell nagyon odafigyelni. Az egyik, nem össze-vissza kapkodunk, hanem megnézzük, rákattintunk, és utána oda megyünk a leíráshoz, és akkor meg lehet látni, hogy mi a leírás, honnan került bele, mi az, ami éppen fontos, látható. Ha itt nincs hosszabb leírás, meg azért jó, hogyha ránézünk itt a társalgási részre is, hát ha valaki panaszkodik, hogy az egész semmit nem ír, akkor ha itt nincs olyan, ami pontosít, itt például nincs, csak a kernel orgra mutat, tehát az általános kernel, akkor rákeresünk a keresővel, a Google-al, hogy mit is tartalmaz, mi ez. Én nagyon kellemesnek tartom, hogy ezek egy része, nagy része, vagy a GitLab-on, vagy a GitHub-on vannak elrakosgatva azok, amiket le fog tölteni, így számunkra nagyon kényelmesen oda kocogunk, megnézzük, és utána nincs vele probléma, hogy esetleg mégsem ilyen lovat akartam anyám, és most hogyan, és miképp lehet ezt eltávolítani. Ugyanúgy lehet eltávolítani, hogy fölraktuk, azaz a csomagkezelővel fölpakoltuk, csomagkezelővel leszedtük. Utána megint lefuttatjuk azt a kis sort, ami a sudo, meg egyéb konfigurációs beállításokat ő meg fogja szépen csinálni. Azaz nincs az eltávolítással gond, de azért elég rémítő dolog,
ha felteszel egy kernelt, mert az jött, hogy ő valaki azt mondta, hogy az nagyon jó, persze egész más gépe volt, de neki jó, neked talán nem, felteszel és nem indul a gép. Milyenkor a probléma? Az, hogy rossz a kernel, nem neked megfelelő, nincs bent az, ami kell, hiszen a rendszer mag közvetít a géped és a programok a rendszer között. Ő a lelke az egésznek, ha ez valami vacak módon összegányolt, nem odavaló, akkor nem indul el a gép. Bocs, nem indul el. Kicsi az esélye, hogy belefutsz olyasmibe, annyira béna vagy, hogy olyat teszel fel, ami nem fog működni, de van esélye. Tehát ilyenkor átgondoljuk, megnézzük, elolvassuk. A következő gondolat természetesen az, hogy a nevét az szépen én ki fogom innét kopizni. Ez a legkényelmesebb, és utána telepíteni fogunk. Megbeszéltük, hogy a terminálba fogjuk telepíteni, azaz a szoftver telepítő eszközünket, a pamacsot becsukjuk, és utána oda megyünk a terminálhoz, megmondjuk neki, hogy paru, ez az Aur helperem, én ezt használom, használhatod a jajt is, vagy akármelyiket, ami tetszik, nyilvánvalóan a metódus ugyanaz, csak nem a pacmannal fogod te felrakosgatni, hanem Aur helperrel egy S betű, kötőjel, nagy S, és be fogom illeszteni a nevet. Nyilván a nevet te begépelheted, egyértelmű, hogyha neked úgy tetszik, de én jobban szeretem, ami már három betűnél hosszabb, azt szépen bemásolgatni, gyorsabb és kevesebb a hiba lehetőség. Leenterezzük, na hát ő elmondja nekünk, hogy bizony van olyasmi, ami hát bizony föl fog kerülni, mi fog fölkerülni, a Linux kötőjel AMD ZNVR 2, na hát idáig eljutottunk, ezt akarjuk feltenni, megnézzük, hiszen a kernelnek, a rendszermagnak van egy sorszáma, 5-ös sorozat, 16-os alfejezete, igen, ez megfelelően friss nekünk, észrevehettétek, hogy azért már nem a 4-es sorozatot használjuk régebb óta, azaz megfelel nekünk, igen, még egyszer átgondoljuk, megfelel, akarjuk ezt, ez nem egy felhasználói program, és nem viccből mondom el, hogy még egyszer átgondoljuk, hanem komolyan elgondoljuk, hogy ezt akarjuk-e, azért, mert tönkrevághatod a rendszeredet, és barkácsolhatsz, amíg visszahozod. Természetesen nem lesz nagy gond. Egy kis gyakorlattal bármit meg lehet oldani, kettő, ez nem fél perc. Miért? Erre ki kell térni. Az előzőekben, azaz a főtárolókból csomagot töltöttünk le, egy kész, lefordított, az Archhoz tartozó csomagot. Na hát itt nem ez történik. Itt letöltünk egy csomó forráskódot, meg egy darab, két darab kis beállító fájt, amiben le van írva, hogy mit csináljon a gép. Na hát ez egyrészt nagyobb anyag, kettő, a fordítás egy kis gépen iszonyat lassú. Azaz, meglátjátok, hogy ezen a virtuális gépen, amit létrehoztam, azon a fordítás nem lesz gyors. Természetesen bele fogok gyorsítani, hogy lássátok, de itt a rendszerórámat 16.14-kor elindítom a processzt, és majd meglátjátok, hogy milyen lassan fog lefordulni. Itt is ki kell emelni, és erre nagyon figyeljetek, hogy telepítés után, a Arch telepítése után nézzétek meg, a honlapomon van leírás róla, hogy hol és miképp kell beállítani, hogy az összes magot használja a rendszer fordításhoz, tehát rendszerprogramok elkészítéséhez, mert annélkül hiába van nagy géped, iszonyat lassan fog az egész buli megtörténni, figyelj rá, ez nagyon fontos, nem csak most, hanem folyamatában, ezek a pacmanhoz tartozó, a csomagkezeléshez tartozó pár beállítás, igen, fontos dolog. Oké, 16-15, és ezt megütöttem, és elindul. Na hát szépen tölt le. És akkor várunk, dolgozni fog a gép, és akkor utána szépen egy idő után elvégzi a munkáját. Bekéri a jelszavunkat, megadtuk, és igen, telepíteni szeretnéd? Igen. Amíg dolgozik a gép, nézzük meg, mi az, amire kitértem, mit kell beírogatni, és hova, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen a munkánk. Én a saját sugófájlomat mutatom, azaz azt, amiben összeírtam, hogy mit kell megcsinálni egy friss telepítés. Három darab sorról van szó. Két fájba, három darab sor.
Az első a pacman.conf-ba lehet megtalálni, azaz beütöd, hogy sudo, azaz emelt jogot kérek, beütöd a kedvenc szövegszerkesztődnek a nevét, legyen ez itt a nano, és beütöd, hogy per etc per pacman.conf, megnyílik, megkeresed ezt az adott sort. Ha nincs ilyen, akkor beírod, de valószínű az újabb rendszerekben még lesz, kiveszed előle a hashtaget, és beírsz egy számot. Általában azt mondják, hogy az ötös megfelelő, azaz öt szálon tudsz letölteni párhuzamosan, öt program fog lejönni frissítéskor, vagy telepítéskor, ez viszonylag nagyon jó érték, és nem egyesével jönnek le. Lehet ezt 10-re emelni, ha gyorsabb a géped, illetve az internet sebességed, de gyakorlatilag az ötös értékkel is körülbelül ötöde, negyede idő alatt jönnek le a programok egy rendszerfrissítésnél. Lementjük és lépünk tovább, szintén megnyitjuk a következő konfigurációs fájlt, ami sudo nano per etc makepkg.conf. Ez a konfigurációs fájl adja meg, hogy miképp fordítson le neked egy-egy programot, ha arra szükség van az Arch rendszer. Itt is kettő darab sort fogunk megkeresni. Az egyik ez, make flex egyenlő. Természetesen, ha hashtag van előtte, azt kiveszed, és beírod a J betű után azt a számot, ami egyel több, mint a processzor magjaidnak a száma. Az én gépemben 12 szál van, 12 mag van, ami azt jelenti, hogy 12 plusz 1, az 13. Azaz megmondjuk a rendszernek, hogy létszes az összes-összes magot használni, ebben az esetben szuper, villámgyorsá válik, ha nem egyet használsz, hanem 12-t, a fordítás pillanatok alatt lefordít egy kernelt, ha ezt beírod, ha nem, akkor lehet várni, nézegetni, hogy milyen szépen lassan futnak le azok a szép kis kiírások, amiket éppen most látsz. A másik sor, a következő sor megkeresed, és oda beírod a kötőjel trades egyenlő 12, azaz hány szálon szeretnéd a tömörítést elvégezni. Ez nem ad olyan gyorsítást, mint az előző, ez azt mondja meg, hogyha lefordítottad te már az adott programot, tehát kész van a program, és amikor elkészíted a csomagot, hogy az Arch-ba telepíteni tud, akkor ennyi szálon történjen a tömörítés. Ez villámgyorsá teszi a tömörítés, nem egy olyan hatékony gyorsítás, mint az előző. Ahogy mondom, hogyha modernebb, vagy inkább úgy mondom felhasználó barát Arch rendszert használsz, akkor természetesen automatikusan be fogja ezt neked írni, egyszerűen csak az ellenőrzést kell megcsinálni. Miután elkészült a csomag, feltelepítette, nincs más teendőnk, mint ahogy megbeszéltük, elindítjuk a megfelelő group parancsot, ami elkészíti a konfigurációt, és utána újraindítás, és használhatjuk is az elkészült friss, ropogós, és egy picit másabb, mint az alap, illetve a főtárolókban lévő kernelünket. El is indítom a parancsot, lefutott, ennyi. Nézzük meg, hogy mit sikerült elkészíteni, azaz újraindítom a rendszert, újraindítjuk a rendszert, megnézzük, hogy megvan-e a három alap, az LTS, meg az AMD-hez rendelt kernelünk, és ahogy lehet látni LTS, AMD ZenVer 2-es verzió, illetve a Linux verziónk megvan. Természetesen, mivel ez egy virtuális gép, én az AMD processzoros arra kihegyezett kernel maggal nem nagyon kísérleteznék rajta, ez csak egy bemutató volt, az LTS-t indítjuk, és utána ennyi. Ahogy észre lehetett venni, az egész dolog nem egy agysebészet, inkább oda kell figyelni, hogy mit telepítünk. Előtte egy picit átolvassuk a leírását, és utána elindítjuk a főtárolókban lévő előre elkészített csomagok villámgyorsan, fél perc alatt feltelepülnek, természetesen, hogyha már ezen túl akarunk lépni, és az AUR-ból, azaz a felhasználói tárhelyekről onnan szeretnénk valamit telepíteni, és az nincs előre lefordítva,
Logikus, hogy nincs, hiszen ez naponta azért frissülnek, és így lényegesen kényelmesebb és jobban elkészíthető, karbantartható, inkább így mondom a csomag, azaz letölti az egészet, majdnem 4 gigabájtnyi anyag jött le, lehetett látni, ott, ahol mutatta, hogy mennyit töltött le, ott bizony lehetett látni, majdnem 4 gigabájtnyi dolog jött le. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó rendszermagtelepítést kívánok, sziasztok!